Sziasztok! Ebben a videóban be fogom mutatni, hogy hogy tudjátok a videószerkesztő programot, amit most én ajánlok, az a Jókát nevű program lesz letölteni a Play Áruházból. ide elkezditek beírni azt, hogy Jókát. Itt meg is jelenik, rá kell nyomni a telepítés gombra. Ez egy pici ideig el fog tartani, telepítés után teljesen egyszerűen meg fog jelenni egy megnyitás gomb, tehát még csak keresgélni sem kell. Itt is van megnyitás, ezeket szeretjük, ezeket a felületeket, nincs túl sok gomb, nem lehet eltévedni, nincs tele reklámmal, a plusz gombbal tudtok videót behívni, amit előzőleg felvettetek, de szeretnétek megszerkeszteni. Itt megkérdezi, hogy engedélyezzük-e, hogy a tárolón lévő fotókhoz és médiatartamakhoz hozzáférjen. Nyilván muszáj engedélyeznünk, különben nem tudja beimportálni a telefonon tárolt videót. Itt ugye az előzőleg, nekem már vannak előzőleg felvett anyagaim, mert csak a kedvetekért töröltem le, és tettem fel újra az alkalmazást, hogy lássátok a folyamatot. Itt a New projektre kell kattintani. Jó esetben a videós tartalmakat fogja kapásból behozni. <kül> Itt mondjuk választok most egy viszonylag rövid anyagot. Ezzel a teljesen egyértelműen mindig narancsárga gomb lesz az a gomba a jukátban, amivel azt szeretné, hogy ti valamit tegyetek, tehát itt most konkrétan be tudjuk importálni ezt a videót, viszonylag hamar is ment. Ö, alul láthatjátok a kezelőgombokat ezen a felületen, körülbelül egyértelmű, ha valaki beszél angolul, akkor látja, hogy melyik funkció mire való. Igyekszem azért nagyjából megmutatni, ugye a trim ö, az, amivel meg tudjátok vágni a videót, az elejét és a végét, hogyha megfogjátok, és egyszerűen újjal arrébb toljátok, akkor fogjátok látni, hogy melyik részeket fogja levágni, amelyik, amelyik, aktív az a narancsárga keretben van, és ha a pipa gombot megnyomjátok jobb oldalon, akkor az körülbelül akkorára fogja vágni a videót, ahova húztátok. A music zenét tudtok alá tenni, most kiválasztjuk ezt, <kül> Szerintem teljesen jó helyen van itt ez a videó, vagy ez a zene, ahol van. Mondjuk indulhat innen. A lejátszás gombát mindig meg tudjátok nézni, mondjuk, hogy fog kinézni maga a film. Aha, rosszára tettem a zenét, mert a narancsárga van a jelző, hogy honnan fog indulni a zene. Úgyhogy oda kell beúznunk a, a zenét. Uh -huh. dehogy. Így, rajta kell tartani az ujjatokat, és akkor úzza oda a zene gombot. Ha még egyszer nézzük meg. <síns> Így van, ez tökéletes. Viszont, azt nem tudom, hogy érzékeltétek el, de az, a <coughs> az, eredeti videónak az alapzaja hallatszik alatta. Azt ö, egy picit itt most ugrunk. Alatta a volume gombbal tudjátok levenni. Ez nem veszi le róla a zenét, csak az eredeti hangot fogja levenni, és ismét a pipa jellel Ez most így tetszik nekünk, ezzel tudtok visszaugrani az elejére. Így. Na most menjünk vissza a műveleti gombokhoz, ugye a zenénél tartottunk. Van egy, van egy filter. Válaszítom a telefont, hogy halljátok, amit mondok. <kül> Tehát a filter gomba a különböző szűrőket tudtok rátenni, fekete-fehérré tenni, meleg színűvé természetessé, és a többi. tudtok válogatni, amelyik tetszik, azt meg kiválasztjátok. Ismét a pipa gomba az, amivel jóvá hagyjátok a műveletet. Van egy effekt gombunk, ahol ö, mindenféle ö, érdekes effekteket tudtok rátenni, például ö, éles árnyékokat vagy ilyesmiket. Itt láttok a másodikon, itt a Pro verziót fölkínálja, hogy ö, ha szeretnétek ezt a szülőt használni, akkor a Pro ö, verzióra elő kell fizetnem. Egyébként nem egy nagy összeg, én nem használtam még a Pro-t, mert nekem eddig, amire szükségem volt, azt megtaláltam az ingyenes verzióban is, mondjuk hagyjuk jóvá ezt is. A következőnél pedig text, tehát szöveget tudtok hozzáadni. Itt a szövegmező meg is jelenik magán a képen, bele tudtok írni valamilyen szöveget. Ha megnyomjátok magát a keretet kézzel, akkor tudjátok helyezgetni. Hogyha azt szeretnétek, hogy legyen nagyobb a szöveg, akkor a jobb alsó sarkában levő narancssárga kis nyíllal tudjátok húzni, illetve forgatni, is lehet. És ismét a a, ugye itt megjelentek további műveleti gombok, itt van például szín, ki tudjátok hogy milyen színű legyen a szöveg. Ezzel a gombbal pedig tudjátok a, a, a karaktereket széthúzni, átlátszóbbá tenni a szöveget. Ez a vonal, ez igazából nem nagyon látom, hogy mit csinálna, talán semmit. <kül> A következő gombbal a sticker, az pedig a matrica, tehát tudtok rá valamilyen matricát választani, vagy emoji-t, hogyha azt akarjátok, hogy valakinek az arca ne látszódjon mindenféle személyiségi jogi okokból, akkor ezt rá tudjátok helyezni, vagy egyszerűen csak viccesé szeretnétek tenni a videót. <kül> a speed az egy nagyon érdekes funkció, én szeretem használni. Bizonyos esetekben nagyon-nagyon sokat segít, hogyha lefelé húzzátok, akkor lassulni fog, a videó, hogyha felfelé húzatok, akkor pedig gyorsulni fog. Ez, ez van olyan eset, amikor mondjuk, én valamilyen folyamatot oktató videóban bemutattok, és szükség lenne rá, hogy az lassabban jelenjen meg, akkor ez nagyon-nagyon hasznos. A background-dal <coughs> tudtok hátteret adni neki. Itt most ennek nincsen értelme, mert ugye nincs szabad felete, ahol a háttér megjelenhetne. És van még egy nagyon hasznos funkció, hogyha felvetétek a videós anyagot, de szeretnétek, később valamilyen magyarázó szöveget alá tenni, akkor a rekord gombbal tudjátok megtenni. És hogyha teljesen kész vagytok, itt ezzel a lejátszás gombbal vissza, és <tosz> tetszik nektek, amit alkottatok, akkor a szép gombbal lehet elmenteni. És itt ki tudjátok választani a minőséget, milyen minőségbe szeretnétek és a szép itt is ugye látszik, hogy gyönyörű narancsárga, teljesen egyértelműen adja magát az egész. Nyilván, mivel ingyenes programról van szó, van benne reklám, de azt gondolom, hogy ez nem egy, nem egy elviselhetetlen mennyiségű reklám, a végén dobja csak fel, tehát közben teljesen jól tudtok dolgozni, bal fölül van a bezárás gomba, le lehet távolítani a reklámot. És kész is vagyunk, ki is írta, hogy saved.